ranglistán, és azért általában nagyon sok szokott lenni. Köszönöm. Könnyedén, csepp. Nem vettem semmire, jön a Jánkó. Ez azért rendben volt ellenben, Harvi. Ez egészen brutális teljesen, belefogált. Ezek egészen gyönyörű son átkeresztek. Újra előnye van Áginak. Az csodálatos. Világ egyik legjobb lába, aki ellen játszik. Egészen szenzációs ütembe ütött Ági azt a rögt. Csak a napda mellett volt, kár, hogy a Vági érted, ettől még felállva tapsol mindenki. Egészen ritkán látni ilyet. Na, ugye a szerváját Jankovics is, 4-3. Hihetetlen, hogy cselendet kért. Na ezt a labdát, ahogy lejátszotta, ilyet azért úgy. Szépen csinálta Jankovics most, 15 mind, 3 labda. Hát a világra nincs a harmadik helyzetje ellen is Pepi. Szóval ez egy egészen más szint, mint amit szokva vagyunk. Merját. Föl nem merül, hogy elrocsa. Véglabdában szállói Áginak 5-5. Jó, és nem.
Viszont Jankovics megcsinálja. Pontos labdamenetet nyert Kostaszer. Lerontott lecsapást ott Brékontánál. Hát így mondjuk nem lesz nehéz. Nézve ugye messze-messze annak adtak a legtöbb sanszot, hogy Ági Szettet sem nyer. Ehhez képest most itt vagyunk az első játszma rövidítésében. Remek második szerva volt. Geniális, amit hívják, tényleg, annyira jó. 5. Ebben most az... Bizony, mert ez egy kiváló return Jankovicstól. A szert. Ennek nem kellett volna most így le. Az első át a meccs. Na, itt ezt is. Csodálatos! A menek... Az első át is, ez tényleg jó volt. Ó, de szép! Nem volt a túl jó rövidítés. Hossza rendelet! Gyönyörű szerva. És jövő héten is ugyanolyan jól fog játszani, mint ezen a héten. Csak most épp kap a világon is a harmadikjától, de még nem kapott ki. Mert hát ilyenekre képes. Szép volt, amit Jankovics ütött nagyon. Tudtik azért, hogy szép, megint csak. Elszalárítja a meccsabdát. És hát... Nincsen meccslabda. Megvédte a meccset. Mérkőzéslabdát hárít Ági. Dühösnek lehet lenni, tanulni muszáj belőle. Jankovicsi a pont végül, én azt hittem, amikor ott belehúztam, amiért elni. Hát javarészt csak így át tudja pilinckázni, hogy most Dávidtól is láttuk. Tehát az, hogy hörög a nép, az olyan jó dolog.
Igen, ezért nem állt, hogy jelen nem jó előkészítést. Csodálatos fonák bréklabda. Na, tám, egyet visszavett. Jó tenisze, az jobb, mint Jelen Jankovics, igazán jó tenisze. Igaz, hogy mondjuk Jankovics alapvetően kontrajátékos, ez nyilvánvaló. Erre lehet fölmenni a Jankovics ellenállóhoz. Ez egy szórakoztató teljesítmény. Mekkora, hogy védekezett Ági, ő aki általában támad. Nincs meccslabda. És hozza az adagatását, Ági, 5-1 után 5. Geniális! Egy ilyen labda eredt végén! 15-6. Még a távozik Ági! Ilyenkor az ember ugye... Hol? Nem tudja, nem, nem tudom erre azt mondani, hogy ez küzdés. Hát, mert erre hogy lehetne azt mondani, hogy ez 15? Óriási! Ez megint ugye, amit mondani kell, hogy... Azt meg kellett ütni. 5-1-ről Szávay Ági megfordítja a második játszvát, és innentől fogva azt kell, hogy mondjam. Hát, mint ez most egy elvetemű. 40 se. Viszont az a szerencsétlen helyzet állt elő akkor, hogy elment a kép, és ezért nem tudtuk teljes egészében megmutatni önöknek a mérkőzést. Sokáig ez veszélyeztette egyébként azt, hogy...
egyáltalán ez a program adásba kerül, amit gondolom Magyarországon elég sokan bántak volna. De aztán ilyen-olyan úton, módon, hogy ez ne fordulhasson elő. Úgyhogy örüljünk annak, amit most látni fogunk majd. Meg az ilyen két mérkőzés labdát. Itt a vége, és számolják, így fordította meg a második játszával 5-1-ről a mérkőzést, és nyeri a pekingi tornát. Ennél kettő magasabb szint van a női teniszben, a Tier 1-es torna és a Grand Slam, és ez a mai napon tökéletesen kiderült, hogy egyik szint sem elérhetetlen.